Nem kell majd maszkot viselni a teraszokon és a kerthelyiségekben, tudtuk meg az operatív törzs mai tájékoztatóján Kis Róbert rendőr alezredestől. Mint ismert, amint a beoltottak száma eléri a 3,5 millió főt, megnyithatnak a vendéglátó egységek teraszai. Eddig 3.317.052-en kapták meg legalább az első védőoltásukat. Egyedi közigazgatási határozat lép életbe a lépcsőzetes nyitás második körében. Kis Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy a védelmi intézkedések betartásáról a vendéglátóhelyek üzemeltetője köteles gondoskodni. Az ő esetükben a szabályok megszegése 100 000-től 1 millió forintig terjedő bírságot vonhat maga után. A vendégeket pedig 5 000-től 500 ezer forintig büntethetik. A szálláshelyeken található bárokban csak az ott üzleti célból megszálló vendégeket szolgálhatják majd ki. A teraszok és kerthelyiségek reggel 5 óra és este 21 óra 30 perc között lehetnek nyitva. A teraszokon, illetve a kerthelyiségekben tartózkodó vendégeknek nem kell viselni a maszkot. A vendéglátó üzletek belső területén azonban igen, ezeken a területeken a megrendelt étel, illetve ital elviteléhez szükséges ideig, valamint a mellékhelyiségek használatáig szabad tartózkodni. A vendéglátó üzlet üzemeltetője és alkalmazottja a vendéglátó üzlet teljes területén köteles a maszkot viselni. Több mint 3 millió 300 ezeren megkapták az első védőoltásukat, majdnem 1,5 millióan pedig a másodikat is az országban. Müller Cecília kiemelte, hogy Magyarország továbbra is élvonalban van a védőoltások beadása terén, ugyanis nálunk a lakosság 33,4%-a már beoltott, az uniós átlag ezzel szemben 18,5%. Ez azért is rendkívül fontos, mert a védelmi intézkedések, és kijelenthető egyértelműen, hogy a védőoltások érvényesülő hatása vezet azokhoz a csökkenő járványügyi adatokhoz, amelyekről már beszámolhatunk. Láthatóvá vált a védőoltásoknak az eredményessége. Nő a lakosság körében a bizalom a védőoltások iránt. A regisztrált 65 év felettiek mintegy 95, míg a fiatalabbak 53%-át már beoltották. Az oltóanyag folyamatosan érkezik hazánkba, ma 72 ezer adag AstraZeneca, valamint 248 ezer adag Pfizer vakcina jött. Az elmúlt 24 órában 1645-tel nőtt az új fertőzöttek száma, és elhunyt 199 beteg, ugyanakkor a járványügyi adatokban továbbra is csökkenés tapasztalható. A heti adatokat, ha összevetjük mindig az előző heti számokkal, ott már egy kedvező tendenciát, egyértelmű csökkenéstől tapasztalunk. Az újonnan felfedezett pozitív esetek, fertőzöttek száma 21%-kal csökkent az elmúlt héten. Ez 7461 fővel történő csökkenést jelent. A tisztifőorvos ma arra is felhívta a figyelmet, hogy a variánsok újabb vírusmutánsokat hozhatnak létre, így különösen fontos, hogy mindkét oltást beadassuk, és így kialakuljon a teljes védettség.